Köszöntöm Önöket, ez itt a Kéklámpások a köztérben januári adása. Mielőtt a mai témáinkat elkezdenénk, lássuk ebben a hónapban, milyen felhívásokkal készült a rendőrség. Jó napot kívánok! Eltűnés miatt keressük a képen látható férfit. Az 56 éves enyingi lakos 2018. január 10-én otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Az eltűnt személy kb. 180 cm magas, vékony testalkatú, kb. 90 kg, feje kopaszra borotvált. Különös ismertető jelei a hasán lévő kb. 20 cm hosszú műtéti heg, valamint a hátán lévő kiterjedt méretű anyajegy. Eltűnésekor barna színű bőrdzsekit és farmer nadrágot viselt. Az ismeretlen férfi beazonosításához is az Önök segítségét kérjük. A képen látható férfi összefüggésbe hozható egy lopással. Az ismeretlen a rendelkezésre álló adatok alapján január 8-án délután Székesfehérváron a Bodé úton lévő Széchenyi iskolából laptopot tulajdonított el. A feltételezett elkövető a bűncselekmény idején sötét színű kabátot, kék farmernadrágot, sötét cipőt viselt, kezében türkiszkék színű hátizsák volt. Kollégáim kérik, hogy aki a fotókon látható férfiakat felismeri, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06 22 541-600-as telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú zöld számán. A 107-es vagy a 112-es központi telefonszámok valamelyikén. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Gyakran szenvednek balesetet a kéklámpával közlekedő autók, mentők, rendőrök és tűzoltók, a civil vezetők többsége pedig zavarba jön akkor, amikor egy szirénázó autóval találkozik. Hogy mit tegyünk ilyen esetben, erről szól a beszélgetés első fele. Köszöntöm stúdiónkban szeretettel Kovács László rendőrszázados, a közlekedés rendészeti alosztály vezetőjét, a Székesfehérvári rendőrkapitányságot. Köszöntöm a nézőket, téged is, Ita. Nem is olyan régen, egy-két héttel ezelőtt Abán történt egy baleset, amikor egy mentőautó, egy szirénázó mentőautó csapódott egy másik járműnek. Mi minden vezethet egy ilyen balesethez? Mit kell mérlegelnie annak, aki mondjuk hivatásosként bennül egy ilyen szirénázó autóban? Igen, a 63-as számú főútvonalon történt egy megkülönböztető jelzéseit együttesen használó mentőgépkocsinak közlekedési balesete. Az ügy még folyamatban van, tehát a konkrét részletekről itt nem kívánok beszámolni. Mi vezethet leggyakrabban ilyen és ez hasonló balesetekhez? Mikor az ember meghallja, ha jobb esetben meghallja, illetve meglátja maga körül a megkülönböztető hang vagy a fényjelzést, azért az átlag gépkocsi vezetőkben biztos, hogy valami fokozottabb stressz helyzetet idéz elő. A KRESZ konkrétan meghatározza, hogy mit kellene ilyen helyzetekben tenni, de én úgy gondolom, hogy ha már két dolgot megegyez a gépkocsi vezető, hogy vagy félrehúzódással, vagy megállással, tehát ez az két szó szerintem rettentő fontos, és nagyjából, hogyha ezt a kettő közül az egyiket végre tudja hajtani, akkor már megoldódott a probléma. Tehát a félrehúzódás vagy és vagy a megállás, amivel tudjuk ezeknek a megkülönböztető jelzéseit használó gépjárművet vezetőinek a továbbhaladását elősegíteni. Mit lát az a sofőr, aki egy szirénázó autóba, akár rendőr autóba mentő tűzoltó, nyilván rendőrként a rendőrről tud beszélni, de hogy mit lát egyébként, mit csinálunk akkor civilként, amikor jön a mentő autó, mert sokszor azért nem jó dolgokat. Rettentő sok körülménytől függ az, hogy mikor, milyen helyzetben veszi észre a gépkocsi vezető. De ne csak a gépkocsi vezetőkről beszéljünk itt a gyalogosokról is, vagy a kerékpárosokról is, hogy mikor, hogyan észleli a fény vagy a hangjelzést. Nagyon sok dologtól függ a fizikai jellemzőktől, függ az akusztikától, függ a gépkocsinak
a belső hangjától, a motorzajtól, rengeteg sok, a milyen környezeti tárgyak veszik körül az utat, nem mindegy, hogy ez egy sík terep, vagy egy panelházak között elhaladó útszakasztat, rettentő sok minden függ ettől. Okay. Látási viszonyoktól nyilván. Meghallottuk, látjuk, próbálunk elsőbséget adni, de az sem mindegy, hogy hogyan akarunk elsőbséget adni, hogy a tudomására hozzuk mondjuk az adott szirénázó autónak a vezetőjének, hogy na, akkor mi most megadjuk az elsőbséget, de nem biztos, hogy ezt jól csináljuk. Hogy csináljuk jól, hogy tényleg segítsük a közlekedést? Ez a két szó, amit az előbb mondtam, az a félrehúzódás és vagy megállás, ez már nagyon sokat segít a megkülönböztető fényjelzéseket használó járművezetőjének. Azért tudni kell, attól, hogy valaki felszerel, elment mentősnek, tűzoltósnak, még nem jogosult egyből arra, hogy a megkülönböztető jelzéseket együttesen használjon. Itt azért valamilyen magasabb, sőt nem is akár milyen magasabb szintű, mind vezetéstechnikai tudást is igényel ezeknek a tárgyaknak a használata, valamint pszichikailag is azért ott kell lenni. Tehát ha tetszik, hanem ez a kéklámpás autó vezetőjében is valamilyen stressz helyzetet idéz elő, akinek kutya kötelessége haladása során minden egyes kikerülendő, megelőzendő jármű vezetőjéről meggyőződni az, hogy ő azt az ő közelettét észrevette, arra helyesen tudjon reagálni, a reakcióit. Nyilván minden egyes gépkocsi vezetővel a szemkontaktus nem lehet felvenni, arra nincs idő, de egyértelmű utalást vagy manővert kell arra tenni a gépkocsi vezető részéről, vagy gyalogos, vagy kerékpáros részéről, hogy ő bizony minket észrevett, és jobbra. Szándékában áll. Félre. Igen? Jobbra vagy balra húzódjunk. Nyilván, hogyha ez is az útszakasztól függ. Most ha egy autópályát veszünk, vagy egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úttestet, ott a legjobb az, hogyha egy folyosót kialakítunk a kéklámpás járműnek, a menetirend szerinti bal oldalra is át lehet húzódni, akár, illetve tehát párhuzamos közlekedésre alkalmas úton a belső sávból nyilván az úttest közepe fele megyünk, ugyanez vonatkozik az autópályán is, illetve a jobb szélről pedig a leállósáv irányába is. Elmondani kívánom, hogy attól nem kell tartani, hogy emiatt felelősségre lesznek vonva az esetleges útborkolati jeleket, vagy egyéb más közlekedési szabályokat megsértő járművek nem lesznek kötelességük félrehúzódással vagy megállással segíteni. Megállás az ne a rendőr előtt a statisztikai. Nyilván, legyen. Tehát a félrehúzódás lehetősége is fennáll. Mik még a tipikus esetek, amik akár balesetveszélyhez is vezethetnek? Ha fogalmuk sincsen, vagy nem tudják hirtelen eldönteni azt, hogy jobbra vagy balra húzódjanak, akkor amit egyszer elkezdtek, azt hajtsák végre. Azt észlelte a kéklámpás gépkocsi vezetője, ő annak függvényében fog manőverezni. Ha egyszer elkezdték, még ha utólag úgy gondolják néhány tized másodpercek később is, hát a másik oldalra jobb lenne, akkor már ne. Akkor már lehet, hogy késő. Mondjuk a fővárosban nagyon nehéz a közlekedés, és ott nyilván a kéklámpás szervezetek hivatásosai is nehezebben tudnak mozogni. Székesfehérváron mi a tapasztalat, hogy az autósok mennyire tudják ilyen helyzetben uralni a gépjárműjüket, vagy tudják ezt az elsőbséget megadni? Mondtam, tehát a kéklámpás gépkocsi vezetőjének meggyőződési kötelezettsége van. Tehát nem is nagyon nagy mértékben függ a megkülönböztető jelzést használó gépkocsi vezetőjétől is, ha tetszik, hanem ezt el kell ismerni. Ezt most így konkrétan, hogy mikor, milyen közegbe esik bele az ember, hát nehéz erre konkrét választ adni. Nyilván erre nagyon felkészíteni sem nagyon lehet a gépkocsi vezetőket, inkább mi részünkről van ebből a szempontból, felkészülés szempontjából nagyobb nyomás jelentőség. Alkalmazkodni kell a civil gépkocsi vezetőkhez nekünk is, független attól, hogy nekik meg kutya kötelességük minket segíteni. Nyilván a tőlük telhető módon. De azért az akarat megvan, tehát hogy az látszik. Nem beszélhetünk itt rossz indulatról. Tehát senki, én még soha nem tapasztaltam azt, hogy elém rossz indulatból bárki is beállt volna, akadályozott volna. Nem.
erről nem beszélhetünk. Ha már a baleset megelőzésnél tartunk, akár a sziréna használatának tekintetében, a biztonsági öv, nagyon sokan azt mondják, hogy azért nem kötik be még a mai napig is a biztonsági övet, mert hogy egy karambol esetén nem biztos, hogy megvédi őket, vagy nagyobb sérülést okoz, mint hogyha csak az ütközést öv nélkül átvészelte volna. Van erre vonatkozóan hivatalos statisztika, hogy mi az, amikor tényleg életet ment a biztonsági öv, és hogy valaki mondjuk pont a biztonsági öv használata miatt vesztette volna el az életét? Ez is szituáció függ. Nem mindegy, hogy egy 40 éves autóba beszerelt biztonsági övről beszélünk, vagy egy korszerű autóba beszerelt biztonsági övről beszélünk. Nyilván itt az anyagminőség az más, azonban mind a kettőnek a lényege az energia elnyelés. Tehát a biztonsági öv az, amikor megtörténik a baj, akkor az valamilyen szinten megnyúlik. Utána, tehát minden egyes ütközés után, amikor a biztonsági öv kifejti a hatását, megnyúlik, utána ki is kell cserélni. 30 km/h sebességnél az azt jelenti, hogy egy embernek körülbelül 30 km/h sebességnél, például, mint hogyha a harmadik emeletről, nem, az első emeletről esne le, tehát a harmadik 30 km/h, mintha első emeletről zuhanna le, úgy kéne akkor erőt kellene kifejteni, hogy megtartsa magát, egy 50 km/h sebességnél, harmadik, negyedik emelet. Nyilván ezt mondanom sem kell, hogy ember nincs, aki megtartja magát ekkora erővel, lezuhanva a magasabb szintekről. Hát százas tempónál 10 fölötti emeletekről beszélünk, 11-2. Képtelenség nem lehet. Tehát aki azt mondja, hogy ő már pedig én vagyok olyan erős, hogy megtartom magam karból, de olyan ember nincs a világon. És a biztonsági övnél hatékonyabb dolgot nem találtak még ki. Nyilván vannak egyéb más passzív biztonsági eszközök is, légzsák, amik együttesen még nagyobb, még hatékonyabban védik meg az embernek az életét. Mindenképpen mindenfajta sebességnél azonban csak előnyt jelent a használata. Hát akkor mindenképpen használni. Mindenképpen használni kell, ezen nem lehet vitatkozni. És az autóban sem repülünk ki. Nyilván nem repülünk ki az autóból, illetve hogyha ütközés van, akkor nem fogjuk agyon csapni azt, aki esetleg be van kapcsolva, mert aki nincs bekapcsolva, az akár kirepülés közben, akár ha kint sem repül ott az autóban, azért csapkolódik jobbra-balra. Hát nem tudja magát, mint mondtam, az megtartani az ember magát. Kizárt dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt támad, és remélem, hogy azért a nézőim, hogy ezeket a dolgokat betartják. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Valószínűleg telefonos csalás áldozata lett az egyik kedves nézőnk. Azt mondta, hogy felhívta egy férfi és értékes nyereményt ajánlott neki, de a bankszámla számot ehhez meg kellett volna adnia. Szemfüles volt a néző, és gyanús lett neki ez a telefonhívás, vonalat bontott. Vasárnap délután csörgött nézőnk telefonja, majd egy férfi a vonal túlsó végén a Magyar Telekom alkalmazottjaként mutatkozott be. Közölte, hogy egy nyereményjátékon 150 000 forintot nyert, de azért, hogy a bankszámlájára kerülhessen, a legközelebbi bankautomatához kell mennie, addig pedig maradjanak vonalban. A hívót félekkor gyanút fogott és megköszönte a megkeresést, majd bontotta a vonalat. Úgy tűnik helyesen cselekedett, hiszen az érintett szolgáltató weboldalán egy közlemény hívja fel a figyelmet az ilyen jellegű visszaélésekre. A nyilatkozat utolsó mondatában arra hívja fel a figyelmet, hogy ha bárki ehhez hasonló megkeresést tapasztalna, mindenképpen tegyen bejelentést a rendőrségen. Az egyenruhások emellett óvatosságra intik a lakosságot. Ezúton is kérjük az állampolgárokat, hogy ismeretlen telefonáló kérésére sem bankkártya, sem pedig bankszámla adatokat ne közöljenek. Amennyiben valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy gyanús telefonhívás fut be hozzá, akkor kérjük, hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az ingyenesen hívható segélyhívószámaink valamelyikén. Hétfőn már hiába próbálkoztunk a csaló visszahívásával, a telefonszám nem volt kapcsolható. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg hívását később. Tábori Kitti rendőr, Hadnagyszékesfehérvári rendőrkapitányság nyomozója, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást is, hogy itt lehetek. Tipikus esetről van Igen. szó.
Melyek azok a pici kis momentumok, amiből tudhatjuk, hogy ez nem valós telefonhívás, hogy a pénzünket akarják? Igen, fontosnak tartom kiemelni, hogy ugye a pénzügyi adatok, illetőleg bankszámlaszám, bankkártyaszám és az ehhez tartozó azonosító adatok, illetőleg a személyes adataink fontos értéket képviselnek. Ezt, ahogy hallottuk, a bejelentő szemfüles volt is észrevette, hogy valószínűleg csalás áldozata lesz, hogyha elmegy a bankautomatához, vagy kiadja a bankszámlaszámát. Fontos, hogy ezt ismerjük fel. Gyanús lehet, hogyha privát számról érkezik a telefonálótól a hívás. Kérjük meg, hogy a telefonáló azonosítja be magát, mondja, hogy milyen szolgáltatótól telefonál. Legyen gyanús az, hogy mondjuk azt mondja az ügyfél, vagyis a telefonáló, hogy ő a Magyar Telekom Nyertének az alkalmazottja, és hogy esetleg egy élő előfizetése van már. Legyen gyanús az embernek, hogy nincsen mondjuk a Magyar Telekom Nyerténél előfizetése. Az is legyen gyanús, illetőleg az, hogy kéri, hogy mondjuk fáradjon el a legközelebbi bankkártya automatához, ATM automatához, illetőleg az, hogyha kéri, hogy a bankkártyán lévő adatokat adja meg. Fontos, hogy ugye az online vásárlásoknál nem kell a kártyának a fizikai jelenléte ugye a tranzakciókhoz, elég a rajta lévő adatok. És ugye ezeket is könnyen ki lehet csalni az emberektől, szóval tartják a telefonáló, szóval tartja a hívott felet, biztosítja, hogy nagy összegű nyereményt nyert, akár ez lehet tárgynyeremény is volt már, hogy autóval kecsegtették, ez eléggé tipikus. És nyilván, hogyha nem veszünk részt ilyen játékokon, már annak is igen, annak is gyanúsnak kell lennie. Ez újabban most már az is ilyen ajánlat lehet, hogy kisorsolták a meglévő előfizetők között, tehát most már erre is figyelni kell, hogy ilyen nel is próbálkoznak. Van egyébként telefonos csalás ügyében nyomozás itt Székesfehérváron, tehát a székesfehérváriakat is érinti igen. A nézőnkön túl. Igen, igen, igen. Hát elég sok van folyamatban. Illetőleg nagy figyelmet is fordítunk erre, mind mi Székesfehérváron, mind pedig a felsőbb szervek. Tehát mind a megyei szinten, mind az országos szinten egy koordinációt próbálnak kialakítani, mert ki is alakítottak egy koordinációt, és annak megfelelően történik ezeknek az ügyeknek a vizsgálata. Igen, nagy értéket képviselnek, mert mondjuk 15 000 forint, 25 000 forint, 20 000 forint, ez sokszor nagy tétel lehet. Ami ugye K-nak kijön bűncselekmény szempontjából. És aztán nem csak telefonon verhetnek át minket, akár nem. Az interneten keresztül igen, is. Igen, ez úgy szokott elő, tehát gyakori eset, hogy mondjuk az állampolgár kap egy e-mailt, akármelyik szolgáltatótól, hogy fizesse be a számláját. Erre, hogyha az állampolgár rá kattint, akkor egy másik oldalra irányít minket ez a kezelőfelület. Gyakran előfordul, hogy egy másfajta, a böngészőben egy másfajta cím jelenik meg, mint amire mi rákattintottunk volna, ez legyen gyanús. Például tört magyarsággal íródik az e-mail. Gyakorta alkalmaznak ilyen fordító programokat, illetve az, hogyha nem személyes a megszólítás. Tehát, hogyha mondjuk csak tisztelt, és ennyi a megszólítási rész, nem az, hogy mondjuk tisztelt XY előfizetőnk, mert ugye nem tudnak még személyes adatokat az emberről. Legyen gyanús, hogyha tovább irányít minket az oldalon, megjelenik egy ilyen biztonsági tanúsítvány. Ez azt jelenti, hogy vagy egy kis lakat jelenik meg ott a böngésző websorba, vagy egy zöld pipa, és ez azt jelenti, hogy titkosított a kommunikáció az oldal és az adott felhasználónak a számítógépe között. Gyakori eset, hogy a szolgáltató nevében úgy tüntetik fel, mintha az adott szolgáltató küldte volna az e-mailt, de az e-mail cím küldőjének a részében, a cím sorában elírás található. Tehát megváltoztatnak egy-egy számot, kötőjelet tesznek be, és ugye ezt a laikus állampolgár nem figyeli, mert nem fordít erre kellő figyelmet, szóval erről is győződjünk meg, hogyha ilyet tapasztalunk. Ha mégis beleestünk a csalók csapdájába, akkor mi a teendő? Mennyire gyakori, hogy bejelentést tesznek a rendőrségen? Nyilván az ember szégyel is magát, hogy egy ilyen dologba belefutott, meg nem is biztos, hogy azt gondolja, hogy a rendőrség tud segíteni ilyen helyzetben. Mindenképpen a rendőrséghez kell fordulni, mivel a bejelentéseket mi kivizsgáljuk, és hogyha bűncselekmény gyanúját állapítunk meg, akkor nyilván a nyomozást elrendeljük, és akkor az eljárás nálunk lesz folyamatban. Ez nagyon fontos, hogy az állampolgárok vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy
hogyha akár egy ilyen gyanús e-mailt kapnak, akár egy telefonhívást kapnak, hogy mi ezekből értesülünk. Sajnos ezek olyan esetek, amikről az állampolgári jelzések alapján tudunk mi kellő intézkedéseket tenni. És nyilván a nyomozást is segítheti. Persze, igen, akár legyen egy kimentett e-mail, ami alapján el tudunk indulni, akár legyen egy rögzített telefonbeszélgetés, ugye az is a későbbiekben az eljárás során eredményes lehet, tehát segítheti ugyanúgy a nyomozást ez is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és még ezt elmondta. Köszönöm. Köszönöm. A rendőr is ember, erre hozunk hónapról hónapra bizonyítékokat ide a műsor harmadik harmadába. A mai műsorban egy igazi sportembert, Erdélyi Csabát ismerhetik meg. Kosárlabdázással melegít be Erdélyi Csaba. A megyei rendőrség ügyeletvezetőjének ez az egyik kedvenc sportja, mégsem kosarazik versenyszerűen. Ez most csak játék, az igazi munka vízben folyik. Az alezredes szabad idejében ugyanis legszívesebben sárkányhajózik. A feleségem aludas ebben, mert ő kezdte el ezt a sárkányhajózást. Egy múltinál dolgozik, és ott megfertőződött ezzel a dologgal. Nagyon élvezte, sokat mesélt róla, és mindig eljárkált. És akkor megkért, hogy menjek már el vele Ravennába egy ilyen világeseményre, egy világbajnokság volt, és ott nagyon megtetszett ez a hangulat, és ott kint a parton töltöttem az időt, és dokumentáltam az eseményeket. Megismerkedtem az itteni fiúkkal, lányokkal, nagyon befogadó közösség. És tulajdonképpen természetes volt, hogy onnantól kezdve már nekem is járni kell. A kosorozás után jön az igazi bemelegítés, a csoportos gimnasztika. Nagyon szerencsés vagyok, hogy így párba, kis párommal tudunk járni ide, mert mondom még egyszer, nagyon jó a kis közösség, befogadóak, nagyon jó sportemberek, nagyon jó emberek, és a szabadidőnket is együtt töltjük. Azt mondom, hogy együtt szilveszterezünk, és együtt bulizgatunk, az nagyon élvezetes. Továbbá nyaranta, hogyha vannak ilyen versenyek, nemzetközi versenyek, és sikerül oda bekerülni a csapatba, akkor ezeket a helyeket is megismerjük. Egyre keményebbek, azt kell mondanom. Az idén Szegeden lesz, majd biztos mondja a mester, a világbajnokság. Erre nagyon felkészülünk, és egyre magasabbak a követelmények, mind fizikai, mind egyéb vonatkozásban. Felmérőket kell teljesítsünk, és csak a legjobbak kerülnek be a csapatba, úgyhogy fel kell kötni a gatyát. A Dragon Aqua SL 2004-ben alakult meg. Az egyesület tagjai között 17 éves fiatal és 80 esztendős sportoló is szerepel. Az elnök azt mondja, ezt a sportot kortól és nemtől függetlenül bárki eredményesen űzheti. A csapat köztük Erdélyi Csabával tucatnyi érmet szerzett már nemzetközi versenyeken. Több világbajnokság, nemzetek közötti világbajnokságot, klubcsapat Európa-bajnokságot, klubcsapat világbajnokságot nyertünk. Az idei főversenyünk a Szegeden megrendezendő július közepén a klubcsapat világbajnokság, és hát igazán az egyesületnek az a trófeája még hiányzik, hogy 20-as hajóban klubcsapat világbajnokságot nyertünk volna. Erre készülünk, de nagyon. Az idő a szabadtéri hajózásra nem igazán alkalmas, de a Tammedencében kiválóan lehet készülni a megmérettetésre. Ami a legbüszkébb vagyok, hogy fölvehettem a magyar válogatott mezt Rómában. 50 év fölött ez azért nagy siker nekem, aki hát egy átlagos fizikummal rendelkezem, de sikerült eljutnom oda, hogy képviselhettem Magyarországot Rómában. A
A sportöltözetet most egyenruhára cserélte Erdélyi Csaba, rendőr alezredes, a tevékenységirányító központ ügyeletvezetője a főkapitányságon itt a megyében. Mit csinál az ügyeletvezető, és mi az a tevékenységirányító központ? Ez egy új területe tulajdonképpen a rendőrségnek, nem régóta működik így. A hívásfogadó központok létrehozását követően a tevékenységirányítási központok is létrejöttek. Két hívásfogadó központ van Magyarországon, egy Miskolcon, egy pedig Szombathelyen. Itt polgári személyek veszik fel a 112, illetőleg a 107-es hívásokat. Előszűrik azokat a hívásokat, amelyek nem olyan hívások, amelyek rendőri intézkedést, vagy tűzoltó, vagy mentő intézkedését kell, hogy maguk után vonják. És a tevékenységirányító központokban már csak olyan hívások is, olyan ecsetlapok érkeznek, amelyeknek folyamán nekünk a helyszíni rendőröket kell küldjünk, illetőleg felvilágosítást is tudunk adni. Ez a tevékenységirányítási központ működik a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon, együtt vagyunk most a tűzoltókkal is, és hát naponta 24 órában olyan 100-120 hívást fogadunk. Akkor itt úszni kell az árral, vagy evezni is lehet? Hát, evezni nagyon szeretek, de inkább nem úsznék az árral, hanem azt szeretjük, hogyha nem úszunk el, hanem időbe tudjuk kiküldeni a kollégákat, és időbe tudjuk az esetlapokat rögzíteni. Itt azért viszonylag sok mindent kell fejbe tartani. Nyilván ezt nem mondhatja meg, hogy Székesfehérváron hány járőrpáros szokott átlagban dolgozni, de azért úgy nagy vonalakban a szabályokat nem megsértve, hány ügy lehet így folyamatban, amit az ügyeletvezetőnek fejben kell tartani, és másodpercek alatt döntést hozni? Hát éppen ez a dolog lényege, hogy nagyon gyorsan kell nekünk döntéseket hoznunk, és nagyon gyorsan kell felmérjük az erőket, az eszközöket, és mindig az eseményhez kellőket küldjük, és olyan létszámban, hogy eredményesen be tudják fejezni a kollégák az intézkedést. Ezt ebbe tudunk segíteni, ebbe kell rutint szereznünk nekünk is még, de együtt kell működnünk a járőrkollégákkal. Sőt, most már azt tudom mondani, hogy olyan szinten van a technika, hogy az esetlapok már a járőrkollégák autójáig is eljut, tehát ők is tudják már kezelni, majdnem, hogy a bejelentőkkel tudnak, így van, online kapcsolatban. Van ilyen lehetőség, ez teljesen új, még nem működik teljesen tökéletesen, de én azt tudom mondani, hogy ez a jövő útja, és a kollégák nagyon jól működtetik már, fiatalok, és értik a digitális műveleteket ezen a területen, úgyhogy ez lesz a jövő, biztos vagyok benne. Ami ezelőtt filmeken láttunk, amerikai filmeken, az ma már a magyar rendőrségnél megvalósul. Kik telefonálnak a 107-re vagy a 112-re? Boldog lennék, ha csak azok telefonálnának, akiknek valóban segítségre van szükségük, nem így van. És ezért van szükség, és sokszor támadás is éri a hívásfogadó központ létrehozását, hogy miért nem egyből rendőrökkel, vagy tűzoltókkal, vagy mentősökkel beszél a polgár. Éppen azért van szükség arra, hogy megszűrjük ezeket a hívásokat, mert kb. 80%-a a hívásoknak vagy rossz akaratú hívás, vagy gyerekek játszanak, vagy zsebtelefon, tehát a zsebbe is működik az a telefon, nem jól figyelünk, és akkor benyomódik a 112-es, hiába van leblokkolva a telefon, ez akkor is működik, és 80%-át ezt teszik ki. És azért a rendőrséget, meg a tűzoltóságot, mentőket ez nagyon megterhelni. Ezért van ez a két hívásfogadó központ, ezeket megszűri, és hozzánk már csak tényleg a tisztázott olyan események jönnek, amelyek rendőri intézkedést vonnak maguk után. Néhány történetet szeretnék hallani. Nyilván vannak olyan nagyobb esetek, amiket végig izgul, akár az ügyeletvezető is, vagy az, aki felveszi a telefont, és folyamatosan kommunikál a telefonálóval. Hát vannak. 15 éve vagyok az ügyeleten, és nem lehet azt mondani, hogy nem lehet új dolog a nap alatt. Az utóbbi időben nézem, nagyon szép, sikeres rendőri intézkedésünk volt az egyik hajnalban, amikor egy fiatalember egy hölgynek a táskáját vette le a válláról és szaladt el vele, és nagyon szépen irányította a kollégánk a
rendőri műveletet, és sikerült is megfogni az elkövetőt, és később meglett a táska is, és még korábbi táska lopások vonatkozásában is sikerült eredményt elérni. Úgyhogy ez egy ahhoz képest, hogy hajnal volt, és ilyenkor már fáradtabbak vagyunk, nagyon szépen dolgoztak a kollégák. De nagyon sok, ami nem kap publicitást, nagyon sok olyan elfekvő személyeket találunk, akik, hogyha nem találnak meg, lehet, hogy reggelre megfagynának, illetőleg olyan személyeket, idős személyeket, akik elkóboroltak, és a mi segítségünkkel haza találnak, vagy pedig olyan személyek is, akik szándékosan öngyilkossági szándékkal mennek el, és akkor őket is igyekszünk megtalálni, velük fölvenni a kapcsolatot, szándékukról igyekszünk lebeszélni őket, és hát így próbálunk életet menteni. És ezért van, hogy sikerül, ugye? Igen. Általában akik fenyegetőznek ezekkel a dolgokkal, azok még megmenthetőek. De mindenki hív fel minket sajnos előtte. Bár fölhívna, és akkor tudnánk vele beszélni. Mikor sikeres egy nap? Hát akkor sikeres egy nap, hogyha nagyon kevés bűncselekmény van, és netalántán, ha egy-két polgár, mert van olyanok is, akik visszahívnak minket, és azt mondják, hogy köszönjük szépen ezt a rendőri intézkedést, az nagyon jól esik az embernek, meg az is, hogyha esetleg a vezetője is megdicséri. Mennyire tudja a sport kiegészíteni ezt a nagyon feszített tempót, amit a rendőrségen végez? Melyik kényelmesebb, az egyenruha vagy a sportruházat? Vagy a kettő együtt kell? Mind a kettő kék, azt szeretem a kéket. És azt tudom mondani, hogy nagyon jó, ugye nagyon sok stressz ér minket. És a sport az nagyon alkalmas arra, hogy ezt a stresszt ki tudjuk magunkból evezni, ki tudjuk magunkból futni, dolgozni. Ez egy nagyon jó dolog. Illetőleg amilyen sportot én űzök, ugye sárkányhajózás, az is egy csapatmunka. És a rendőri munka is egy csapatmunka. Úgy látszik, én a csapatmunkába szeretek dolgozni, és ez a kettő szerintem nagyon jól kiegészíti egymást. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és megismertem. Kedves nézőink, ez volt már a Kék Lámpások a Köztérben. Ez a műsor legközelebb egy hónap múlva jelentkezik. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!